óra végén értékű ravatást tartunk, de van egy kategóriánk, amely a tiszteletbeli értéköt jelenti, úgyhogy szeretném felolvasni ennek a levélnek a tartalmát. Elődeim dicséretes rendelésére, hogy azoknak, akik valamelyik hivatás elsajátítása során az alapvető ismeretekben magukat kiműveltetik, és erről tanúbizonyságot tesznek, mindez a nagy nyilvánosság előtt ismertessék el. Éppen ezért a mai napon Lezsák Sándort a ránk ruházott hatalomnál fogva tiszteletbeli értékőré avatjuk és a cím viselésére feljogosítjuk. Zánk a 2017. De nincs olyan települése a Kárpát-medence, ahol magyarok élnek és ne lennének olyan magyar fiatalok, általános iskolások, középiskolások, ugyannál még idősebbek, akiket nem lehetne bevonni ebbe a munkába. Ezt tapasztalom, hogy hiába mondja nekem azt egy idősebb, na hát itt a fiatalok, meg kell találni hozzájuk az utat, és vonzó programot kell, helyzeteket kell teremteni. És abban a helyzetben ők aztán ötletesen, jókedvűen megtalálják azokat a formákat, technikákat, amelyek kell elő lehet hívni a helyi értékeket. Még az ön települése is, ahol azt mondják, az idősebb itt nincs semmi. Dehogy nem, mondják éppen a fiatalok, más a szemük, látásmódjuk. És az érdeklődésük, a rácsodálkozás, a kíváncsiságuk az aztán előhív az emberekből gondolatokat, előhív azokat a kézi munkákat, előhív azokat az eszközöket, szerszámokat, talajművelési technikákat, előhívja azokat a szokásokat, hagyományt, ami aztán okosan föltérképezésre alkalmas. A tábor célja az volt, hogy a különböző megyékben dolgozó ifjúsági értékkör csapatok találkozhassanak, együtt legyenek, tapasztalatot cseréljenek, és a környék településeiről új információkat gyűjtsenek, új értékeket fedezzenek fel maguk és a települések számára. 40-en voltunk összesen, ebből 30-32 fiatal és felnőtt segítők voltak mellettük. A táborban gyakorlatilag egyrészt bemutathatták saját településeiket, saját megyéjüket. Az első estén egy értékcsomagbontással indítottunk, ismerkedéssel, aztán pedig felfedeztük Balatonakkal és Zánka településeknek egyes értékeit. Kis csoportokat alakítottunk, amelyek különböző helyszínekre mentek, ott interjúkat készítettek, adatokat, ismereteket gyűjtöttek. Nyugati oldalon a 18. századi nyomokat is ismert templom, mert akkor is csináltuk egy komoly nagy átépítést, és akkor egy barokk templom tornyot építettek hozzá. Aztán voltak kézműves foglalkozások, hogy szórakozhassanak és jól érezzék magukat. A Herendi Porcelán Manufaktúra munkatársai mellett porcelánt festhettek, de készíthettek bőrkarkötőket, vagy éppen fát faraghattak, és a Bács-Kiskun megyeiek Gardrobe Tuning programját is megismerhették. Ennek a tábornak és a programjának az összeállításakor igazából három célt tűztünk ki. Az egyik az, hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok az elmúlt időszakban nagyon komoly munkát végeztek. Most meg nyár van, itt vagyunk a Balaton mellett, úgyhogy az egyik legfontosabb cél az volt, hogy egy kicsit érezzék jól magukat. A másik fontos cél a hálózatépítés esetében a közösségteremtés. Most Veszprém megye különböző településeiről, Fejér megyéből, illetve Bács-Kiskun megyéből érkeztek fiatalok. A korábbi időszakban kevés lehetőség volt arra, hogy egyszerre együtt legyenek, és valóban azok az e-mailes és elektronikus levelezéses kapcsolatok végre személyes kapcsolatokká váljanak. Ez a tábor mérföldkő volt a hálózatépítés szempontjából, és hát a későbbiek során derül ki az, hogy milyen eredményt hozott. A harmadik cél az volt, hogy élesben is kipróbálják magukat az értékőrök olyan helyszíneken, amely nem a sajátjuk, hiszen ugyan az értékőr mozgalom legfontosabb célja az, hogy mindenki a saját településének vagy a közvetlen környezetének az értékeit térképezze fel,
Ugyanakkor a látóutak is arra szolgáltak, hogy azért ellátogassunk más településekre, illetve most van egy olyan lehetőség, hogy senki nem volt a saját településén, tehát itt, ahol terepmunkát végeztünk, mindenki idegennek számított, de lám-lám egy egyszerű stratégiaalkotással, egy egyszerű tervezési folyamattal ezt sikeresen meg lehetett valósítani. Az, hogy nagyon-nagyon sokat ad a résztvevőknek, nagyon fontos ez, hogy megismerték egymást személyesen, akikkel korábban interneten keresztül már találkoztak, hallottak egymásról, nagyon szoros barátságok kötődtek, és azt gondolom, hogy ezek a fiatalok keresni fogják egymást, segíteni fogják egymást, és egyértelmű, hogy már most várják azt, hogy újra legyen egy ilyen lehetőség, amikor közösen dolgoznak és együtt lehetnek.